Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület is csatlakozott a Nordic Walking országos programhoz. A Botra Fel program keretében az Egyesület tagjai egy rövid bemelegítést követően az Ipolyi Kulturális Központból indultak, a célállomás pedig a Kossuth tér volt. Nos, mi ez a Botra Fel program? Budapesti fölhívása a Nordic Walking programra. Előbb úgy volt, hogy nem jelentkezünk, mert nincs nálunk hegyvidék, meg mit tudom én, ahol lehetne sétálni, és úgy döntöttük, hogy hát olyan nem lehet, hogy Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület ezt nem csinálja meg. Lényeg az lépés, és már itt vagyunk. És 30 ember vállalkozott is arra, főleg cukorbetegek, de vannak egy páran, akik a városból csatlakoztak hozzánk. És most végeredményben azért sétálunk, hogy a cukorbetegségünk kezelésére, aminek az egyik szegmense a mozgás jelentőségének tudatosítása, ezt gyakoroljuk. Most próbál, egy vércukorméréssel kezdődött a program, és egy jó séta után, ami egy effektív mozgás, tehát mozogni kell, egy picit gyorsabban megyünk, utána egy másfél órával megint megmérjük, és megnézzük, hogy mennyit csökkent a vércukorértékünk, akkor kiszámoljuk úgy nagy vonalakban, hogy mennyi energiát égettünk el a mozgás közben. Több jótékony hatása is van ennek a meglehetősen, vagy egy picit speciális mozgásnak. Melyek ezek, vagy mik ezek? Még egy párat tudnál sorolni? Hát végeredményben az izommozgatásnál óriási jelentősége van. A lábizmokat, főleg azokat, karizmokat is keményen megmozgatjuk. Meg elég sok levegőt kell, tehát a tüdő is szükséges hozzá. Meg főleg, ha jó levegőn sétálunk, akkor pedig nagyon hasznos is. Én ezeket tudnám főleg felsorolni. Mi az, amiben még részt szokott venni rendszeresen az Egyesület? Hát a cukorbetegségnek másik pillére a diéta, a táplálkozási szokások megváltoztatása. Ezt főleg úgy tudjuk elérni, hogy vannak receptpályázatok. Az elmúlt évben a Tudománykiadó Budapest hirdetett egy nagy receptpályázatot. Az Egyesületünktől 40 receptet küldtünk be ebbe a szakácskönyvbe. Nagyon büszkék vagyunk, meg is jelent. A másik pedig a városi rendezvényeknek aktív részesei vagyunk, mert ott általában be tudjuk mutatni, elkészítjük, kóstoltatunk, és elmondva, hogy ez miből készült, milyen liszteket használtunk fel, milyen fortélyok vannak a sütésnél, mire kell odafigyelni, az érdeklődőknek ebbe szoktunk segíteni. Nos, hát a bemelegítésen már túl vannak a tagok, akkor Botra Fel. Hát Botra Fel, de sajnos itt az időjárás nagyon közbeszólt, szakad az eső, de bízunk benne, hogy hamarosan eláll, és mégis elindulhatunk. Megtekintjük a Kossuth Lajos teret, tehát itt végig sétálnánk a főutcán, és utána ugyanide jövünk vissza, és akkor megint egy vércukormérés, akkor látjuk, hogy milyen eredménye volt ennek a mai programnak. Sajnos az időjárás nem volt kegyes a sétálni indulókhoz. A szűnni nem akaró csapadék miatt az Egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy egy későbbi alkalommal pótolják a speciális mozgással kombinált gyalogtúrát.